Bár nem elégedett az ellenzéki pártok munkájával a volt közös miniszterelnök jelölt, Márki-Zay Péter szerint mégis jobban járt volna az ország, ha az ellenzék nyeri a választást 2022-ben. A polgármester úgy véli, ebben az esetben például már megkapta volna az uniós forrásokat Magyarország. Vendégünk Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere és az ellenzék korábbi miniszterelnök jelöltje, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jobban járt volna az uniós forrásokat, azt értem, de hát azok után, hogy a vereség után egyedül állt a színpadon, és nem győztek öntől elhatárolódni, Jakab Péter, Gyurcsány Ferenc ugye azt mondta, hogy ön miatt kapott ki így az ellenzék, biztos benne, hogy jobban járt volna az ország? Hát ez független attól, hogy mi csatlakoztunk volna az Európai Ügyészséghez, és megkaptuk volna az európai forrásokat, nem szabadult volna el az infláció, Magyarország fejlődhetett volna szabadon az európai országokkal együtt. Ez megvolt a kormányzó képesség? Nem vitatkozták volna el, most ezt idézőlesen mondom a programokat? Biztosan lett volna vita, de volt egy konszenzussal elfogadott, nagyon kiváló szakmai program, az ország legjobb szakemberei állították össze, és legfőképpen ebben a kérdésben, amit említettem például a korrupció ellenségben, ebben konszenzus volt. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban is konszenzus volt. Nem mindenki gondolja így, én emlékszem, Karácsony Gergely azt nyilatkozta, aki egyébként szintén miniszterelnök jelölt volt, hogyha kettőt hátra lépve tekint az ellenzékre, akkor azt mondja, hogy nem biztos, hogy a választópolgárok rosszul döntöttek. Hát viccesen szoktam mondani, hogy a választópolgárok jelentős része az arról döntött, hogy akarja-e, hogy a lányunokáját vagy lánygyermekét átműtsék fiúnak és elvidék meghalni Ukrajnába. És nagyon helyesen úgy döntöttek, hogy ezt nem akarják. Persze számunkra a választás nem erről szólt, ugye ez az, amit a propaganda hangsúlyozott, a választás számunkra arról szólt, hogy akarjuk-e, hogy gonosz tolvajok ellopják a nemzet vagyonát, és szegénységbe taszítsák az országot. Mert erre a válasz viszont az lett volna, hogy ezt nem akarjuk. De ha most hazugságokról beszél, akkor ugye azt mondja, hogy jobban járt volna. De ugyanebben az interjúban az M4-nál azt mondja, hogy a Jobbik szavazóit elvesztették Gyurcsány miatt, a DK meg hátba támadta önt azzal, hogy nem támogatta, a Fidesz támogatta a DK-t, segítették egy 80 oldalas lejárató anyaggal, szóval az ellenzéki összefogás volt tele hazugságokkal, ön szerint is, tehát ezt mondja. Ez az ország sorsa szempontjából másodlagos kérdés, tehát biztos, hogy lett volna rengeteg vita. Én még abban sem vagyok biztos, hogy egy fél éven belül az akkor fölálló kormány nem bukott volna meg. Simán el tudom képzelni, hogy ha az ellenzék akkor hatalomra kerülve esetleg nem szavazza meg azokat a módosításokat, amivel hatékonyan lehet fellépni az akkor alkotmányossági jogi vitákat is kiváltó kérdésekben a propaganda ellen. Tehát például, hogyha hagytuk volna a médiatanácsot, és az ellenzéki médiumok továbbra sem kaphattak volna frekvenciát, továbbra is a fideszes propaganda folyt volna még a köztévéből is, akkor biztos, hogy a kormány megbukott volna egy fél éven belül. És ennek a kockázatát én is látom. Ez nem akadályozta volna meg azt, hogy mi rögtön az első lépésként csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, véget vessünk a lopásnak, és a tolvajoktól visszavegyük a nemzet vagyonát. Ez óriási lépés lett volna még akkor is, hogyha utána röviddel akár megbukott volna a kormány. Ha minden esetre a szavazók akkor ezt nem így látták, és most úgy tűnik, hogy most sem látnak alternatívát a Fideszen kívül. Válság, befagyasztott uniós pénzek, Európa legmagasabb inflációja, mégis vezet a Fidesz a kutatások szerint, most a legfrissebb Závetsz kutatás is most jött ki. Akkor miért? Hát azért, mert a propaganda kiváló. Tehát még mindig a Fidesz népszerűsége ugyan csökken, de sajnos az ellenzék egy jelentős része a Fidesz által zsarolva nem fog hatékonyan föllépni a Fidesz diktatúrája és propagandája ellen. Ez valóban sajnálatos, azt gondolom. Kit zsarol most még a Fidesz? Ezt már többször előhoztam. Például az egyházakat, hogy más nem mondjak, de az ellenzéki pártokat is, hiszen ők ki vannak szolgáltatva annak az állami támogatásnak, amely nélkül a legfontosabb feladataikat sem tudják ellátni. Újabb és újabb, éppen most hallom, hogy újabb csökkentés helyzet kilátásban a Fidesz, ugye a köztisztviselő pártok fizetésével kapcsolatosan, de hát ez mindig ott van. Hol a Covidra, hol a válságra, szankciókra, háborúra, bármire hivatkozva lehet fenyegetni őket, hogy lefelezzük a pénzeteket, és akkor bizony nagyon sok kedves ismerősüket el kellene bocsájtani, nem tudnának megélni, és akkor inkább azokat a témákat, amit a Fidesz kér, hogy ne bántsanak, azokat nem piszkálják. De akkor mit kellene csinálni az ellenzéknek? A DK árnyék kormányt alakít, próbálnak valamiféle alternatívát felmutatni, a Momentum Házi Ákossal kordonban próbálnak az utcán politizálni, hogy mit tud tenni az ellenzék? Én azt gondolom, hogy amit Hadházi Ákos csinál, az hősies, és a
ellenzéki képviselők közül kétségkívül úgy gondolom, hogy a legtöbbet tesz. Nagyon szeretném, hogyha például önző szempont Hódműzővásárhely, amikor egyedüli megyejogú városként nem kapott egy fillér rezsitámogatást sem, amikor a mi uszodánk, ahol a Magyar Olimpiai Úszócsapat edz, és mégis mi nem kaptunk támogatást a kormánytól, a 70 uszoda között pedig ott voltunk, akiknek megígérték, akkor az ellenzéki pártok képviselők kiállhattak volna Hódműzővásárhely mellett. Vagy az 57-ből az 56 másik képviselő kiállhatott volna Hatházi Ákos mellett, akkor, amikor Kövér László nem volt hajlandó. Gondolom, hogy azért nem állnak ki az ellenzéki pártok Hódműzővásárhely mellett, mert azt mondja, hogy amit most is mondod, hogy a Fidesz zsarolja az ellenzéki pártokat, és sikeresen zsarolja, tehát többször megsérti az ellenzék pártjait. Nézze, én azt gondolom, hogy azért nem állnak ki, mert zsarolják őket. Lehet, hogy ők azért nem állnak ki, mert én azt mondom, hogy zsarolják őket. Ez kellemetlen, de nem lehet ez alapján mérlegelni. Tehát mi nem azért állunk ki egyik vagy másik csoport, pedagógusok, katások és a többi mellett, mert ők mit gondolnak rólam, hanem azért, mert egy olyan államban hiszünk, ahol mindenkinek joga van. Például az érdekérvényesítéshez, a tisztességes megélhetéshez, a fizetéshez, vagy például ahhoz, hogy megválasztó parlamenti képviselőként feleskessék. Vagy egy olyan település, amelynek a vezetése korrupció ellenes, az is megérdemli, hogy ez egyébként nyilván korrupt kormánynak a támogatását, amit az adófizetők pénzéből ad, azt ugyanúgy, teljesen mindegy, hogy ők tudnak egy településen lopni, vagy nem tudnak, attól még az ott élő emberek megérdemlik normatív alapján az egyfőre jutó támogatást az államtól. Lázár János elég hosszan beszélt erről a szépeken. Röviden leügynököztem, azt mondja, hogy én vagyok az a bizonyos másik magyar fickó, aki legyőzte tavaly Soros Györgyöt, illetve annak magyar emberét, méghozzá abban a proxy háborúban, amelyet a hálózatán keresztül tavaly a magyar választásokon folytatott. Ugye az alvó ügynök felébredt és elkezdte teljesíteni a valódi feladatát, amiért hazaküldték Amerikából. Igen, ez a béka emberezés és ügynöközés, ez nagyon aranyos a Fidesz részéről. Azt tudni kell azonban, hogy míg a Fidesz jelentős részben Soros György pénzelte, Orbán Viktor Soros ösztöndíjas volt, az Orbán kormány nagyon sok tagja a CEUN, a Soros Egyetemen végzett, és Lázár János saját maga is 60 millió forintot kapott, amikor személyesen találkozott Soros Györggyel, az egyébként kiváló roma programjára, Hódműzővásárhelyen. Tehát ők mindannyian Soroshoz köthetőek, engem azonban még a fideszes titkosszolgálat sem tudott semmilyen módon Soros Györgyhez kötni, és én nem is találkoztam Soros Györggyel. Tehát azért mondom, hogy nagyon érdekes az egyébként bizonyította a Sorossal együttműködő őket Soros támogató, ugyebár ennek a kormánynak a részéről engem Soros ügynöközni. Pénzt viszont kapott kampányra Amerikából. Hogy áll ez a vizsgálat a külföldi kampány pénzekkel kapcsolatban? Most csönd van. Egy magasrangú fideszes kormány tisztviselő az bizalmasan elárulta nekem, hogy az ő stratégiájuk az az, hogy a pártokat és az MMM-et megpróbálják egymásnak ugrasztani. Egészen pontosan, amikor a mi 2,5 milliárdos kultúraváltoztató kampányunkat ők pártos kampánynak minősítik, ők azt gondolják, hogy bár mi semmit nem fizettünk innen, amin pártlogó szerepelt, mi legfeljebb éltünk azzal, hogy volt egy népszavazási kampány is, és abban nem voltak olyan megkötések nyilvánvalóan, amik korlátozták volna a kampánytevékenységünket. Ők ennek ellenére fogják ezt az ő érdekeik szerint majd pártköltésnek minősíteni, és ezt ugyebár a tiltott pártfinanszírozás büntetéseként a pártokkal tudják befizettetni egy megemelt összeget, a pártoktól el tud venni a kormány. Tehát ők ezzel is tudják zsarolni a pártokat. Tehát ezek miatt, a pénzek miatt kapnak büntetést majd a pártok. Ki volt ez a magasrangú fideszes? Hát hadd áruljam, mert nem hatalmazott föl rá. Nagyon kedves úriember elárulta azt, hogy mivel foglalkoznak éppen, de ami ennél fontosabb, ő azt mondta, hogy ebben a küzdelemben a pártok nyilván majd az MMM-et fogják támadni, hiszen hogyha azt mondják, hogy ennek a 2,5 milliárdos támogatásnak mondjuk a felét ellopták, akárkik, akkor azt a felét az állami számvevőszék, a magyar állam, a Fidesz nem követelheti a pártokon. Tehát, hogy a pártok itt most arra vannak motiválva, hogy mondják azt, hogy korrupciós volt a kampány, mert akkor nekik kevesebb pénzüket veszik el. Ez az őrületesen ravasz terv, amivel a Fidesz most készül az MMM és a pártok ellen. Sok ilyen magasrangú fideszes politikus az ismerőse, aki elárul önnek ilyen titkokat? Az úremberrel először beszélgettem egy követségi fogadáson. A követségi fogadás az egyetlen, nem Pintér Sándor volt, csak szeretném tisztázni, de én annak idején kértem, még akkor milliárdokat vasalt be rajtunk a belügyminiszter Lázár János idejében történt szabálytalanságok és roppant durva visszaélések miatt, még amikor ő volt Vásárhelyi polgármestere. Én akkor kértem például Pintér Sándortól találkozót, aki akkor nem fogadott, a önkormányzati államtitkárához utalt, de Pintér Sándorral is tudok váltani két szót mindig, az amerikai nagykövetség fogadásán minden július 4-e körül. Tehát ezek a követségi fogadások például kiválóan alkalmasak arra, hogy ott az ember tud beszélgetni sokféle emberrel. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.